Köszöntök mindenkit a csatornán, Chris Tracker vagyok, ismét Euro Truck Simulator 2 videó itt a csatornán, és ismét Hungary Map, azaz Magyarország térkép mod videót láthatok itt a csatornán. Kezdjük rögtön az elején, hogyan lehet ezt a térképet letölteni és feltelepíteni. A videó alatti leírásban megtaláljátok a jelenlegi legfrissebb verziót a térképből, azaz az 1.39-es verziót. Ezt töltsétek le, bontsátok ki, és minden kibontott fájlt, mind a három kibontott fájlt a mappából, amit kicsomagoltok, másoljátok át az Euro Truck Simulator 2 dokumentumain belül a mod mappába. Ha ezt megcsináltátok, akkor már is kezdhetjük a történetet. Indítsatok el a játékot, és itt az indító pultnál a profilok kezelésébe lépjetek be, és az új profil, itt látható alul egy új profilt kezdjetek, kitöltitek az űrlapot, és itt bal oldalon a mod kezelőbe, ez a fogaskerekes logós cucc, mod kezelő néven fut, erre kattintsatok rá, és itt látható a három darab kicsomagolt fájl, amit bemásoltatok az Euro Truck Simulator 2 dokumentumain belül a mod mappába. Ezt a három fájlt kell aktivizálnotok. Sorrendben base, tehát base, aztán a model, és aztán a dev file. Rákattintotok a base-re, jobbra nyíl, behúzza ide mögém, majd a model jobbra nyíl, és végül a def jobbra nyíl. Ha ez megvan, módosítások megerősítése, nehéz szó. Igen, és itt alul a játék modulnál kell átállítani az Európát magyarra, azaz a hungary.mbd-re. És ha ez megvan, akkor létrehozzátok a fájlt, és már is kezdhetjük a térképen a barangolást. Nos, be is töltődött a térkép. Úthálózat szempontjából ez a Hungary Map nem nagyon fejlődik, vagy nem is fog már nagyon fejlődni, vagy legalábbis nem tudom, de fejlődhetne még, de nem nagyon fejlődik az utóbbi időben, tehát magyarul hát nem nagyon fejlődik, sajnos, pedig lenne még mit hova fejleszteni. Úgyhogy azokat fogom elmondani, hogy nagyjából mik azok a települések, amik bejárhatók Magyarországon belül a térképen belül. Én Tatabányáról fogok indulni, de most azokat a településeket mondom, ahova nem fogunk ma ellátogatni, de ha ti akartok, akkor kipróbáljátok a térképet és ellátogathattok, ha gondoljátok. Ilyen például Zsámbék, Csákvár, Mór, Lovasberény, Pusztaszabolcs, Sárosd, Kalóz, nem Kalóz, Káloz, Polgárdi, Sárbogárd, Enying, Simontorny, a Dunaföldvár, Dunaújváros, Rácalmás, Kunszentmiklós, Kunlacháza, Kiskunlacháza, Nagykunlacháza, minden van. Szabadszállást, azt nem tudom, mondtam-e, mindegy, most már biztos, hogy mondtam, Köcskemét, Lajosmizse, Örkény, Ceglét, Pilis, Monor, Gyömrő, Piatorbágy, Pilisvörösvár, nagyjából ezek azok a területek, amik még bejárhatóak. És ha minden igaz, talán 60-ig el lehet még menni, igen, Aszót 60 felé is még el lehet menni, és Tura, Sűsáp is érinthető ebben a térképben többek között. Viszont amit fogunk érinteni a mai napon, az itt látható berajzóban már pirossal, azon fogunk menni. Tatabányáról indulunk, mint mondtam, és Tata almás fűzítő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Esztergom, Szob, Nagymaros, Tahitolt falu, Szentendre, Budakaláz, Budapest, Budapestet elég alaposan át fogjuk nézni, mert az eléggé részletesen meg lett csinálva szerencsére a térképbe. Majd érintjük még Érdet, és természetesen, mint ahogy korábban is láthattátok már esetleg itt a csatornán, amikor Hungary mappeztem, ismét Velencei tó környékén fog véget érni az utunk, itt Gárdony, Velence környékén. Erről fog szólni ez a videó, tartsatok velünk, hogyha esetleg még nem láttatok Hungary mappet itt a csatornán tőlem, vagy egyáltalán nem láttatok Hungary mappet, bár az kétlem. De az biztos, hogy most ebben a videóban fogtok látni, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha gondoljátok. Megyünk is Tatabányáról. Töltődjön be a térkép. És köszönjük szépen egyébként a frissítést, a legújabb frissítést Indián úrnak. Ő szokta frissíteni a térképet, nagyon szépen köszönjük. És Frank007-nek pedig magát a térképet, ami kész van belőle. Szolgálati közleményt akkor elmondtuk. És akkor kezdjük már is ezt a dolgot. Itt vagyunk tehát Tatabányán, a Tesco parkolóban, látható. Innen fogunk nekiindulni a dolgoknak. És íme a kamionom,
magyar festésű Volvo, tehát értelemszerűen én már megcsináltam az intrót, levittem néhány fuvart, és már van, volt annyi zsozsom, ugyebár, hogy tudjak venni belőle a kamiont, íme a saját fejlesztésű Volvom, és a magyar festésű szarszállító szippantós tartály, ezzel fogunk tehát menni. Ugorjunk is be, aztán ne húzzuk az időt, menjünk gyerekek az utunkra. Index, balra gyerünk! Na, ta bánya! Ja, térkép is beállítva. És akkor nézd, hát ugye szokásos, aki még nem látott Hungary mappet, vannak magyar plakátok, mint látható volt a Penny Marketnek a plakátja, vidított egy Aldis plakát. Szóval nagyjából minden magyar ezen a térképen, aminek magyarnak kell lennie. Magyar személygépjárművek. Magyar lakosság is itt van. A tatabányai lakosság itt várják a buszt, mint látható. Euro Truck Simulator 2 reklám van ott a buszmegállóban reklámként. A... Álmodni. Álmodni szép dolog, igen. Vicces lenne Magyarországon. Jó, itt egy retro busz, oda nézettek volán busz, megnézzük már is külsővel, utána megyünk. Ne menjél el, hol vagy? Hova ment a bot? Ott megy a... Tudni kéne 3D-be gondolkodni, na itt megy a retro busz. Volán busz. Alba Volán ZRT, mint látható. Ott megy gyönyörű retro busz. Én már itt meg lesz, na végre megállsz. Alba Volán ZRT, tessék. És benne pedig a magyar utasok virítanak. Jó napot kívánok, ő a buszsofőr úr, és itt magyar utasok tömkelege, látható, utazik. Nagyon szép textúrával. Na! Hát csak ott megmutatom ilyet. Vannak több ilyen volán buszok. Igen, nagyon szép régi buszok is, ez az Alba Volán ZRT története volt. Ez pedig a Volvo, amiben én megyek, úgyhogy megyünk is tovább az utunkra. Több mint 200 kilométernyi úthálózatot fogunk bemutatni a játékból, ami nagyjából reális egyébként. Nagyjából reálisan fogunk levezetni ennyit. Mert a térkép eléggé valósághű, hogy úgy mondjam. Kilométer szempontjából is. Ez fontos megjegyezni. Tehát az a 200 kilométer nem az a 200 kilométer, ami mondjuk a normál térképen 200 kilométer, amit elég gyorsan le lehet vezetni. Itt elég lassan lehet levezetni 200 kilométert. Na meglássátok, na menjünk akkor tovább. Frissen, egészségesen, osan, mondja nekünk a reklám. Hadd mondja. Győr Tata. Tudják a táblák is közben. Magyarország térképen elég sok a kocsma is. Elég sok az ilyen kiülős történet. A piros lámpáknál lehetne szemezgetni. Nagyon szépen sétálgatnak a tatabányai lakóság. A koronavírusos karantén az még nincs benne a térképben. Úgyhogy most itt mindenki szabadon mászkál, kószál. Maszk nélkül. Penny Market, igen. Itt vannak a boltok is, igen, lehet jönni. Minden egyes térkép, ezt azért elmondom, minden egyes ilyen modol térkép, mint a, például ez a magyar térkép is, úgy működik, hogy mindig az adott játékverzióhoz kell igazítani. Tehát, hogyha például most az 1.39-es Euro Truck Simulator 2 játék verzióval játszunk, akkor értelemszerűen 1.39-es játék verziói modol térképek működnek az Euro Truck Simulator 2-höz. Tehát, ha korábbi cuccot szeretnétek kipróbálni, egy korábbi modol térképet, ami nem 1.39-es, hanem mondjuk korábbi, akkor vissza kell frissítenetek a játék verzióját. Erről készítettem korábban egy videót, tessék megkeresni, játék verzió frissítés, visszafrissítés. Címszóval vértes szőlősön vagyunk egyébként. Győr 72 km, hát arra nem is mehetünk. Az nincs kész. A rendőrök mérnek. Jó napot kívánok, biztos úr, bármennyire is szabálytalan, mi most megállok. A vakarózós rendőrség, látható, police. Ne dudálj, mert mérnek egyébként is. És itt a több további vakarózós urak. Jó telik a napjuk, kedves uraim, szép jó napot.
Bezzeg a rendszámot nem tetszenek felvállalni, hát persze, én se vállalnám fel maguk helyébe. És itt pedig, amit mondtam, itt a rengeteg étkezde meg kocsma van a játékban, úgyhogy ez az egyik közülük. És itt még működik a dolog. Nagyon szépen fogyasztanak a kedves magyar lakosság, hát főleg az ital fogy, az alkoholizmus az megy Magyarországon. A hamburger is persze nagyon jól fogy, tipikus magyar éter, étel, az éterben, itt pedig várják a buszt a kedves lakosság. Hát várhattok, úgyis késik a busz, az késik, mindig is késik. A DPD futárszolgálat is hozza a csomagokat, a karácsonyi. Ott pedig már valami lezárás van. Lassítsuk, igen, baleset történt. Milyen baleset van, kedves uraim? Ne vakarózzá a helyszínei. Mint ahogy itt mások meg is teszik. Hát és itt már megy a pletyka. És itt már megy a pletykálás. Hát én nem is, én láttam, hogy mi történt, ott jöttek szemből, aztán hívtuk rá a mentőket, meg az erzsernyákokat. Hát, igen, így vezetnek ezek a magyarok, nem vigyáznak magukra, össze-vissza szaraszéjjel törik egymást, és mindig az jár pórul, akibe belecsapódnak. Sosem az, aki okozza a balesetet, az nem történik sem. Én vakarózom, igen, leprás vagyok, sajnos, rühes. Az a helyet, hogy nem én voltam, biztos urak, megtapsolom magukat, engem akarnak letartóztatni, nem? Megtapsolom, igen. Nagyon jól csinálják, nagyon jól végzik a magyar rendőrség, rendkívül jó, igen, megtapsoljuk, egyszerű. Na nézzük már, mi történt. Szóval ezt a Mercedes-es történet, és itt megy a vetítés. Hát, én voltam, uram. Az a helyet, hogy éhes vagyok, be akartam ülni az étkezdébe, aztán integettem, hogy meg akarok állni, nem állt meg senki, az a helyzet. A hungarokamionos kollega volt ezek szerint, a pót alapján. És itt a másik, ő a kollégája is, ő volt a navigátor szerintem, aki benne ült a kamionba, ő is vetít. Hogy hát, én benne se ültem a kamionba, biztos úr. És így, áhá, hát összeütközés volt, nem csak lesodródás. Neki csapódott szépen az autónak. Ez a lánézésre ez egy BMW. De végül is teljesen mindegy, itt pedig Györfi Pál. Már is szól be a központba, hogy itt van mellettem az autósofőr úr. Hát, semmi baja, de megvizsgálhatom. Meg beviszem majd castingra a médiába, aztán hát, ha belőle is lesz egy való világszereplő, mint belőlem. Igaz, Györfi Pál úr? Celebkedünk? Ahelyett, hogy doktoroskodnánk. Meg egy macska tápreklámot a Fresh naptól. Jobbra. Na, kikerüljük itt, és nézzetek meg, mert így megy a pletykálás, így megy, így terjed a bulvár hír. A magyar lakosság pletykálgat mindenkit. Itt pedig, mint látható, elhagyjuk vértes szőlős városát, ahol most voltunk. Haladjunk is tovább. Kellemes helyszíne, és itt is szépen be van mohásodva itt az aszfalt, vagy ez a baleset utóhatása volt, ki tudja. A franc se tudja. Az biztos, hogy megyünk tovább. Lépjünk oda neki, mert most egy kicsit el... Opp, egy tehervonat! Nézzétek oda! A ganzmávok tehervonatja. Nem megyek oda, aztán hogy jobban látszik majd. Ó, el ne üssé, bozd! Na, itt egy tehervonat, szállítóvonat. Egy ilyen retro szerelvény. Viszi. Ezt is megnéztük. Mehetünk tovább. Majd minden kisebb... Ugye rengeteg kisebb város is van a térképen, amit nem jelöl a térkép. Azt is elmondom. Például Tata az mondjuk pont az, amit jelöl a térkép, de lesznek ilyenek, amikor olyan városkiírások lesznek, amiket nem jelöl a térkép. Én megpróbálok mindent észrevenni, ahol járunk. Nem hamarkodjuk el ezt a dolgot. Ezt a területet legalább, amit bejárunk most a térképen, ezt legalább alaposan be fogjuk járni. Autószor, bocsánat, elnézést, csak... Reggeli után vagyunk. Még működik az emésztés. Guminagykereskedés, autószerelés van itt minden. Úgyhogy Tatára nyugodtan jöhetnek azok, akiknek problémáik vannak autószerelési ügyileg. Hiszen van autó alkatrész is, nem csak autószerelés, rögtön minden itt van.
egy újabb kiülő itt jobbra, lehetett látni. Ott egy még egy másik. Mondom, rengeteg kocsma van. Itt is van például egy balra. Ott egy ilyen Lipton Ice teás, éttermes Heineken étterem. Ott szemben meg a másik, a Pepsi étterem. Ezek vannak. De mi most jobbra fogunk menni tovább. Szabad nekem jönni, szabad? Jó. Ott meg egy, még egy másik üdítő italgyártó étterem. Meg is lehet nézni őket. Külsőről is így néznek ki. Itt minden étkezde, mindig hamburgert lehet kapni, és a többi ilyesmi. És teltház, tehát teltház. Itt nincs semmi koronavírus, itt teltház van. Megy a biznisz. Na gyere. Magyarországot még egy koronavírus nem tud megállítani. Ezek szerint itt teltház van mindenhol. És ugye nézem, egész jó az időjárás, most nem havazik. Nincs tél se. Közért viszont itt van és nyitva van. Hűtött italokkal természetesen egy ipari park jobbra, hát mi arra megyünk. Igen. Az, hogy a Győr és Komárom, hát két olyan város, ami valószínűleg nem érinthető a térképen. Azok elég messze vannak innen. De ha kész lenne ez a térkép, akkor akár Győr fele, vagy akár a Balaton fele is lehetne menni. Megint történt itt valami. Ja nem, útfelújítás! Jó napot, uraim! Aszfaltozunk! Túrjad az aszfaltot, bazd meg! Azaz! Nyomjad, nézed, hogy... Ó, de gyönyörű! Ez a csávó mi mindig úgy néz ki, mint Ben Stiller. Halloween maszkba. Vagy festéssel. Hát maga? Ő a góré, mert... Áll, egy helyben vakarózik, ő a góré. Ő neki kell kitalálni, hogy mit csináljunk. Itt túrják az aszfaltot, na itt is megy a... Mi a teendő, uraim? Mit kell csinálni? Hát, azt sem tudom, hogy minek vagyunk itt. Azt mondták, hogy van ez az úthálózat rész, ez a szakasz onnantól odáig. Igen, ezt az útszakaszt kéne megcsinálnunk 2023. december 6-áig. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, megpróbálunk mindent tőlünk telhetőt megtenni. De esélyes, hogy nem fog sikerülni addigra sem. 13.500 forint egy ilyen kerti kiülőszék. Hát szerintem azóta már drágultak itt az árak. Magyarországon az az igazság. Próbálok így. Na már mindjárt egy most megnézzük. Azt mondja, 7.990 forint akciósan, 9.990 helyett. Ez a szódagép. Plusz 3 üveg szörp ajándék. Grátis. Oké, a kikánál lesz lehet most kapni. A térkép szerint. 8000-é szoddagép. Mert hát kisfröccs, nagyfröccs nélkül milyen magyar a magyar? Ha nem ihat valamit a magyar ember, akkor világégés van. Na ne csak a reklámokkal foglalkozunk, hanem a várossal is. Elhagyjuk Tatát, menjünk tovább. Ott pedig egy szép magyar luftballon a háttérbe. Alacsony röpüléssel. Gyors vonat! Ott megy a gyors vonat, oda nézzetek! Ha-ha! Ottan megy a gyors vonat! Kihajolni veszélyes, kedves uram! Vagy hölgyem! Valaki ott kép kihajol. Na így néz ki ez a magyar. Vasút. És egy ilyen mozdony viszi. Gyönyörűen. Vége. Elment a 620-as gyors. Mi is megyünk. Csak pont hallottam a zakatolást a háttérben, aztán voltam, megnézzük a gyors vonatot is. Ez pedig itt a helyi... A Dinnyés Józsi! Hey, itt van a Dinnyés! Árul a Dinnyé decemberben is? Csém! A Dinnyés Józsi árulja a Dinnyét. Jó, jó lehet, a decemberi Dinnyénél jobbat én el sem tudnék képzelni. Képzelem, milyen lehet az állaga. Ott pedig a helyi magyar léggömbtársulat emelte föl itt a ballonjait, kellemes repülésetet. Na nézzük, merre lehet közben tovább menni. Azt mondja, Esztergom jobbra, arra megyünk.
minden további nélkül. Ismét itt szemből jön az Alba volán. Nem, ez Somló, ez már Somló volám. Nem, nem mindegy. Ez a Somló volám. Jobbra 70-nel lehet menni, betartjuk természetesen, minden további nélkül. Már 80-nál megyek, látjátok? Így betartom. Jó, hát itt csak nem veszelik el az embert a rendőrök. Meg amíg ilyen üres járatok vannak, addig nem akarok sietni a dolgokkal. Ezeket az üres járatokat gyorsan átugorjuk. Következő településünk. Duna Almás, tessék. Látjátok, ez például nincs rajta a térképen. Duna Almás. Köszöntöm a Duna Almási lakóságot. Megnézzük, hogy épült ki Duna Almás. Hát nagyjából így. Egy kis város. Néhány házikócska, egy buszmegálló. Kocsma. Kocsma. Büfékocsma. Természetesen. Lábatlan jobbra, arra megyünk. Már most indexelek előre. Ott és pont most egy busz mögött fogunk haladni. A Vasi Volán ZRT járata mögött fogunk menni. És már is hagytuk Duna Almást. A következő város pedig Duna Körtés lesz. Nem, Nász, Neszmély, Neszmélyben vagyunk, kérem szépen. Na, itt akkor eszméljünk fel. Mert hirtelen az a Dunalmásból Neszmélyre jöttünk át. Zöldség, gyümölcs van Neszmélyben, helyes. Fő az egészség. Zöldség, gyümölcsöt tessenek fogyasztani. Főleg ilyenkor a vírus szezonban. Bár most jelen pillanatban tulajdonképpen egész évben vírus szezon van. Ilyen időket élünk, de hát ez van. Akkor egész évben kell fogyasztani a zöldség, gyümölcsöt. Tudom, hogy drága! Tudom, hogy elkedik a zöldséggyümölcs árát, tudom. De sajnos, mert ami fontos, azt meg kell fizetni. És azt ki is használják sajnos a termelők. Hát meg főleg a kereskedők. De fogyasztatok sok gyümölcsöt. De nem pálinkába. Nem pálinkába fogyasztatok gyümölcsöt. Nyersen. Megrágva, ha van még fogatok. Nem úgy, mint nekem. Na. Vasúti átjáró lesz közben. Kipufogó szerviz külön? Ez vicces. Szerintem ilyen már nincsen, hogy külön kipufogó szerviz. Szerintem ez egyben van már az autószervizzel műtve. Jó napot, uram! Kedi csókolom! Jó telik a napja? Azt a mindenit. Most jön a kocsmából, látszik. Neki nem menjek a kamionnak. Jézusom. Meg én nem menjek neki főleg. Ott meg beszélgetnek a fa alatt, láttátok az árnyékban, úgy látszik meleg van. További jó utat kívánok, kedves uram! De csak óvatosan, jó? Zebránál meg kellett volna állni, de mindegy. Mondom ezt én. Azt mondja, hát útfelújítás, hát nem Magyarországon lennék, itt is hogy nyomják, nézed oda. Csak kettő dolgozik, a többi nézi. Magyar munka megosztás. Hát így tovább. Na, van itt egy kis dugó. Ah, megjöttünk. Esztergomba. Hogy hívnak, kislányom? Mi van a kosaratba? És hova mész? Így egy szóval, Esztergomba. Mind a három kérdésre megválaszoltam. Na, hát itt hatalmas nagy dugó van. Úgy látszik, hogy van stau is a játékban. Hát, igen. Kedd délelőtt 11 óra 15 perc van a játékban. És be van állva az esztergomi bejáró. Hát addig egy körülnézünk ki külsővel, hogy néz ki Esztergom, jó? Amíg itt áll a sor. Hatalmas nagy gyárkémény. Így van. Egy kis íz. És ott van hátul valószínűleg az esztergomi bazilika. Ami meg van csinálva nagyjából. Meg egy nagyon szép híd. Átkelő. Erre is lehet tovább menni, csak az a rész nincs kész. Na, így néz ki ez az esztergomi. Tudt. És minden bizonyára itt alattunk a Duna. A
ami folyik. Ott a bazilika. A hatalmas nagy bazilika itt van. A déli harangszó. 11 óra 20 perckor. Már nem tudom, lehet, hogy rosszul jár az óra, megnézzük. Hát nem látjuk, de... Elütötték a déli harangszót. Ez volt Esztergom, mehetünk tovább. Na, nem ered az eső, ugye fene a jó dolgát neki. Megint baleset. Hát mi van itt? Egy baleset? Szihetetlen. Ó, itt a kollega ment össze. Meg a tűzoltóság is kivonult. Ahogy látom, ez komolyabb a probléma. Itt is itt van Györfi Pál, az előbb amúgy volt a másik balesetnél. Mi van? A rendőrséggel megtárgyalják, hogy mi történt, igen. Minden rendben van a magyar kaminos kollégával, reméljük. Azt szépen maga alá gyűrte! És ráadásul volvós volt. A jó meg a francba. A Siótransz munkatársaként. Ez igen. Ez combos volt. Ne vetítsél, biztos, hogy te voltál hibás. Jó, mondjuk nem, mert valószínűleg átért az ellentétes sávba ez a kisbuszos, akit... Az hol van a kisbuszos amúgy? Biztos elvittem már a mentő. Mert az bezzeg nem vetít. Ja, várjátok, itt van hátul. Aha. Na most ő a kamionos, akkor ezek szerint a másik a kisbuszos. Minden világos. Akkor csak te voltál hibás, ne magyarázzál bele. A volvós kamionos soha nem hibázik. Az biztos. Te voltál udes. Matyi bácsi. Hát igen. Nem csodálom, hogy megvan szomorodva ez a volvós. Na és itt a tűzoltóság is kivonult. Merci tűzoltó. Hát most ezt meg lehet nézni, hogy Magyarországon mennyire hiteles ez a tűzoltó autó. A térképkészítők szerint Magyarországon ilyen merci tűzoltó autók járnak. Ne üssél már el, Jézusom, a volán ZRT. De minek ide tűzoltóság? Ha lenne tűz, az eső úgyis eloltja. Ami most épp esik. De milyen jól esik. Na szóval... Mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen az utakon, ha lehet kérni, szabadni, méltóztatik. Ó, Visegrád, kérem szépen, Visegrád. Nagyon jó ásványvizük van, állítólag. Ki is megyünk külsőbe innentől, megnézzük a Visegrádot. Itt van a visegrádi vár is, azt biztos meg kell, hogy nézzük. Most megyünk be ugye Visegrádba. Itt van egyébként Nagy Maros is a környékem, térkép szerint. Na, bejött elém ez a lassúsági világbajnok. Ahó! 48-al megyünk, nem baj? Lehet menni 50-nel is. Jó, most már 50 az igaz. Akkor eddig nézelődünk, amíg ez a csodálatos... Amatőrizmus itt előttem kacskaringózik. Szóval megjöttünk Visegrádra. Ott van szemben már a vár, ami látszik belőle. Arra megyünk, igen. Rendőrök az útszélén, valakit lemeszeltek. Négy csillagos hotel. Az igen, ez egy négy csillagos hotel? Hát nem tudom. Hát van kertje, az biztos néhány tujafával beültetve. Hát eléggé, azért a parkoló az igen, csak nagyon nincs karban tartva, mint olyan mohás füves, hogy csak úgy zörögett, egy fűnyírás elbírna. Ez egy visegrádi négy csillagos hotel. Hát nem tudom, biztos. Higgyük el, hogy négy csillagos, valaki megadta neki, de ezt a parkolót, ezt,
Hát gondolom ezért nem 5 csillagos, mert a parkoló így néz ki. Szörnyű. Vissza külsőbe, aztán menjünk tovább. Hadd lássuk azt a csodálatosan szépen kidolgozott visegrádi várat. Panzió is van itt, kérem szépen, panzió. Nem tudom ebben mi a panzió, biztos igazuk van. Ott a vár, tessék, ott a visegrádi vár. Vagy gondolom, hogy ez az. De megnézzük, hogy valóban ez az-e külsővel is. Itt a feljáró, itt most fölmegyünk, figyeljetek. Fölmegyünk, igen, tovább, ott még van további út. Itt a lépcső. Tiszta Minecraft, nem? Ott a vár. Ott a... Itt át lehet menni? Hát, itt föl lehet menni, így hopp. Eddig tartott az út, innentől ugrani fogunk. Na, tessék. A visegrádi vár, gondolom. Vagy annak egy darabja, vagy ez a... Ez csak a torony. Valószínűleg a két torony közül az egyik. És ha ide fölrejük, akkor itt át lehet kukucskálni. A lukon. Kukucs, na hol a kamionom? Ahó. Hát, ott, itt átmenjük, igen, egy kicsit átguljunk. Ó, ott tartom fel a sort, igen. Na, és akkor ott a dombság, a visegrádi dombság. És ha még följebb megyünk, akkor gondolom itt a oficiál visegrádi vár, aha. Ott egy 10 emeletes szállodát oda beépítettek hátra, gyönyörűen. Igen, azt kiépítette oda be. Mert egy kóráz lenne, még azt mondanám, hogy jogos lenne, főleg mostanában. Hát az a visegrádi vár, amennyi ki van belőle dolgozva, gondolom én. Ja, ezt is láttuk. Ó, megjöttünk Budapestre, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Budapest! Ha hiszitek, ha nem itt vagyunk, ez már a fővároshoz tartozik. Innentől kezdve jönnek majd az igazán érdekes részek térképen, mert Budapest azért igen jól meg van csinálva, igen jól ki van dolgozva. Itt majd elidőzünk egy kicsit. Ki is megyek külsőbe, mert itt aztán nem akarok semmiről lemaradni. Na itt vannak a jó kis 10 emeletes tömbházak. Ez az észak... Észak-Budapest. Itt a hév. A zöld hév. A Fradi hév. Most indul. Öljetek. Ikarus busz is elhúzott itt mellettünk, indul a hév. Menjünk utána. Itt az nagyon jó, ez fölgyűjt gyorsan külsőn is, igen. Ott megy a hévünk. Á, de nagyon jó. Még dudál is. Nézed oda. Jó, a hangok is rendben vannak. Valamilyen szinten. Bár sokkal zakatolósabb valóságban a hév. És itt felszedi szépen az utas közönséget. Hát ez baromi jó. Nem emlékszem rá, hogy ez a zöld hév ez valaha is mozgott volna korábban. Nekem legalábbis nem rémlik. Aztán... Ne nekem legyen igazam, mert jó, hogy egy évvel ezelőtt volt, amit utoljára ezen a térképen. Akkor még szerintem nem mozgott a zöld hév, most már mozog. Rohadt jó. Hát akkor jó utat kívánunk, ez baromi jó. Úgyhogy most már mozog a zöld hév is legalábbis, mostantól számítva. Hát jó utat kívánunk, akkor mi is megyünk tovább. Itt ment az Ikarus busz előttem, igen, pont. Ami azt jelenti, hogy szabálytalanul közlekedtem természetesen. Na ott már óriási csőhálózatok várnak a letételre, úgy látszik. Hát építkezés a Budapesten, ha nem lenne építkezés, nem Budapest lenne. Tehát mindig valamit buzerálni kell. Csak hogy fel lehessen túrni a belvárost. Ne lehessen közlekedni egy percet sem. Itt van Pilisvörösvár is a környéken, ha valakit érdekel. Meg egy piros lámpa. Minden piros lámpának kicsit körül fogunk nézni, hát ha látunk valami érdekeset. Hoppáré! Az egy modern villamos, kérem szépen. Ez már új. Ez a BKK járata, már nem BKV. Oda nézzetek. És itt jön a másik szemből. Ez igen, ez BKK-s. De menő. Azt a borzasztó mindenit.
Ez a 4-es 6-os. Konkrétan. És azért jön, azért megy régi is. Ezekre tényleg nem emlékszek, hogy ezek mozogtak volna korábban. Hát ez kurva jó, van régi is, lehet választani ki mivel menjen. És itt a BKK járata, itt van. Budapesti Közlekedési Központ BKK, ez új. Hát ez nagyon jól néz ki. Mondom, én nem emlékszek rá, hogy közlekedtek volna korábban ezek a villamosok, csak így álltak egy helybe, amikor utoljára erre jártam, de most már mennek. Hát ez baromi jó. És mondom, lehet választani, hogy az újjal akarsz menni, vagy a régi klasszikus, jól bevált zögykörődőssel. Ez nagyon jó. Hát ez baromi jó. Be is nézhetünk, hogyha akarunk. Jó napot kívánok! Itt vannak a villamos utazók. Úgy itt állnak nagyon sokan, igen. Meg a villamos vezető. Hát, én nem tudom, én ez kurva jó. Tehát végre kitalálták már, hogy ez is mozogjon. Ideje volt. Már érdemes volt erre jönni. És ebből is látszik, hogy frissítik a térképet, úgyhogy köszönjük szépen a frissítés, hát főleg Indián úrnak, aki ugye frissíti a térképet, nagyon szépen köszönjük, ez nagyon jó. És megyünk át a hídon. És mondom, még egyszer itt meg lehet csodálni, ott jön szemből a másik. Hát ez rohadt jó. Én is le vagyok nyűgözve most. Nekem már ennyi is örömet jelent, hogyha ilyet látok. Még egyszer megnézzük, aztán megyünk tovább. Ebből is látszik, hogy korábban tényleg nem mozogtak ezek a villamosok, mert én ezeket most megcsodálom. De rohadt jó. Hát menjen. Jó útet kívánunk, mi is megyünk. Ha mehetnénk, de még nem mehetünk. Most már igen. Balra megyünk tovább. Mondom balra. Kollégák, tessenek beengedni, kollégák! Kollega úr! Köszönöm! Egész hidat felújítják, úgy látszik. Biztos ez a Lánchíd. Biztos, hogy nem. A Lánchíd tudja, hogy nem járható. Tovább egyenest. Nagyon fúrnak, faragnak mindent. Hát gyakorlatilag a komplett belváros, mint látjátok, itt fel van túrva. Nagyon csúnyán. Ó, az ott a Budapest táj. Ott szembe a Deák Ferenc tér. Úgy néz ki. Vagy ha nem, akkor nem, de én szerintem Deák Ferenc téren van. Emlékeim szerint. Kútójára arra jártam, még ott volt. Ez a Budapest táj. Cucc. Ja, közben zöld a lámpa. Megyünk. De ne haragudjatok, már az egész város fel van túrva. Látszik, hogy frissítik a térképet, mert mindenhol építkeznek. Na, ott a Budapest táj ott hátul. A London áj után szabadon. Budapest áj. Stop. Nem forog, pedig foroghatná, de úgy látszik, hogy nincs rajta vendég. Forogni vágyó. Gondolom azért van itt építkezés, mert ezt a sínt ezt nem régóta tették ide, hogy menjen rajta a villamos. Azt tudom elképzelni.
Két Icarus busz mögött megyünk. Nagyon jó. Icarus konvoj. Gyönyörűen. Most balra fogunk elhaladni majd. Meg lehet csodálni a két Icarus buszt is. Egymás után, kettő. Nincs rajta, hogy hanyas járat, az nincs rajta, ugye? Nincs, az nincs, kár. De jól lehet tudni, hogy hova megy. Ingyenes klíma ellenőrzés, kvarc. Az minden van. Mind a kettőn ugyanaz a ruhajavítás. Ugyanazok a reklámok vannak rajta. Miskolc Gödöllő, balra. Túrjad, Stiller, túrjad. Ott egy jó régi villamos, megint. Oh-oh! Lefordul a villamos! Várjatok! De hogy tud itt lefordulni a villamos? Nincs is kiépítve ott a sír! Jó, mindegy, ez csak... Ez csak koketoskodás a részemről, de mindegy, jó egyébként. Ez még nincs megcsinálva, az a... A sín nélkül is megy, ez egy annyira klasszikus régi villamos, hogy sín nélkül is megy arra. Amerre nem lehetne. Bocsánat, elnézést, igen, föltartom a forgalmat valóban. Csak egy turista vagyok. Magyarországon én csak turista vagyok. Elnézést. Megcsodálom, rég jártam Magyarországon. De mindegy éve. Meg kell csodálni, mik történtek itt. Változások. Na, legyünk tovább. Hát, én eddig is tudtam, hogy szépen ki van építve Budapest, de ebben az új frissítésben már kimondottan ki van építve. Szinte én is megdöbbenéssel nézem ezeket a dolgokat. És megnézzük közben, hol vagyunk. Még Pest észak fele járunk. Tehát most nem Buda észak, hanem már Pest észak oldalán vagyunk. Akik ezen a környéken ismerősek, vagy jártasak, vagy erre laknak, azok tudják, hogy mennyire hiteles a dolog. Ott is egy sárga villamos, a régi. Egy újabb dobbantó. Én is kinyitom már a szememet, mert itt van a lakópark rész, itt vannak a 10 emeletes tömbházak. Hát a Szomszédok című, ha valaki emlékszik rá, a Szomszédok című teleregény vagy magyar tévésorozat, az Egykori Barátok közt retro verziója, az itt forgatózott valahol a környéken. Megyek már, nyugalom, megyek már, csak mondom, turista vagyok itt most. Hogy nézelődjek már kicsit. Na ez a sír is nem régóta lett ide rakva biztos. Megy itt valami villamos? Nem, ezt most építik, csak ki még. Még nincs kész. De majd itt is fog menni villamos biztos. Ne, arra megyek én is. Nem látod, hogy indexelek? Jogos, mert tényleg nem indexelek. Most már igen. És már látod, hogy arra megyek. Akkor ez itt Pest észak. Megint baleset. Azután egy tartályos járt pórul. De rendben. Azért. Újra szépen a rágyűrte. Áll is egy Mercedes. Mercedes a nagy lószart hozzá, ami akura lesz. De ez is Volvós. Miért csak a Volvósok okoznak balesetet? Ez nevetséges. Ne dudálj, bazd meg, mert fel vagyok háborodva. Nem igaz, hogy csak a Volvósok okoznak balesetet. És miért kell bámészkodni itt az útszélén? Nincs dolguk a magyaroknak? Nincs? Kedden déli 12 óra 43 perc van, nem kell dolgozni? Magyarországon nem kell már dolgozni? Jó, tudom, régen se kellett, de hát most... Most abúgy sincs munka már.
Na mindegy, Pest éjszakon vagyunk továbbra is. Menjünk tovább. Már zöld, így van. De régi busz, oda nézzetek azt is. És megnézzük. Zalavolán. Ez igazi retro. Ez a baj, hogy nem is retro, mert járnak még ilyenek. Most is. Na, ott meg még egy Ikarusz jön. Na, itt egy vasúti felüljárós rész, ezt megnézzük. Valószínűleg ez itt a keleti pályaudvar környéke lehet esetleg. Vagy a másik. Hát nyugati biztos, hogy nem. Itt egy vonat. De nézzetek, ganzmávak. Vonat. Legalább áll egy helyben, így nem kell üldözni. Lehet nézni, milyen retrós cucc ez. Hoppá! Motorvonat! Beszarztok, motorvonat! Hát ilyen sem volt még eddig. Ez nagyon modern. Oda léltek, motorvonat. Kurva jó, ez a kék motorvonat. Rohadt jó. Hát bemegy az erdőbe, de kit érdekel. A motorvonatot láttunk, gyerekek, ott megy tovább. Kicsit eltűnik a textúrába, de hát na, motorvonat. Tehát ez nagyon modern, ez... Nem régóta van nyilván ez sem a térképbe. Állat! Belül nem látjuk, az a baj, pedig jó lenne belenézni, de hát motorvonat, gyerekek. Nagy furcsa volt a hangja, mondom, mi jön itt. Hát motorvonat. Áramszedő nélkül, ja, de egy áramszedő azért fönn van. Ott megy. Hát ez rohadt jó. Ott megy a motorvonat. Hát köszönjük szépen, bravo! Hát ilyenre is gondoltak, és ott még a hátul még megy ugye a szokásos. Villamos is, nagyon jól néz ki. Rohadt jó, gyerekek, rohadt jó. Na, átjöttünk közben Télpestre. Térkép szerint. Meg is mutatom, hogy hol vagyunk, mert ez érdekes helyszín. Ugye Pest közép és Pest dél felirat között vagyunk. És hogyha Pest közép és Pest dél között elhaladtok itt ezen az úthálózaton, akkor már talán hallható is a háttérben, hogy miről van szó. Ez itt a Budapest nemzetközi Liszt-Ferenc repülőtér, amennyi meg van oldva belőle. A repülőgép zajból ítélve. Bizony ott a mezőn, ott vannak hátul a gépek. Ugye megnézzük. Félreállok, menjek itt az útba. Na kérem, hát ami meg van oldva belőle, meg hogy el van képzelve egy térkép, ügyileg az így néz ki. Ez a Liszt-Ferenc repülőtér, és mennek már is az utasok. Ott pedig épp száll le egy gép, a háttér meg száll fel. A Sun egyik járata van itt. A Vizer járata, és hát... Ami az igazi feeling és igazi retro és igazi öröm, hogy itt van, még mindig itt vannak a Malév gépek. Ezt bármilyen frissítés van a térképben, a Malév gépek sosem fognak eltűnni a térképről, és nagyon örülünk. Nagyon jó Malév gépet látni, maradjunk annyiba. Ugyebár Malév szignál, ha valaki ismeri még. Ez az igazi retro. Így néz ki a nemzetközi Liszt-Ferenc repülőtér. És mondom, Malév gépen, már csak emiatt is érdemes ide ellátogatni. És ott háttérben még egymás hegyi hátán a repülő gépek szállnak lefele. Pont egy Malév gép jött meg egyébként. Köszöntjük Magyarországon a kedves utasainkat! Egymás után jönnek le a Malév gépek. Hoppá! Kicsit túlment! Újra kell startolni, igen. Nagyon rosszul tetszett letenni ezt a dolgot. Itt a hátul megy a vasúti dolog is.
annyi minden történik ezen a térképen, hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket. Budapest az nagyon gazdag. Kár, hogy is nézzük. Epic térkép. Egyre inkább epikebb lesz ez a térkép. Pedig én már azt hittem, hogy elkezd kicsit unalomba fulladni, de mindig kitalálnak valami újdonságot, és köszönjük szépen még egyszer, hogy fejlesztődik ez a térkép. Nagyon jó, nagyon tetszik. Na és ha már itt vagyunk Budapesten, akkor egy kicsikét a Duna mentét is nézzük, meg itt az alsó rakpart és környékét. Ugye itt vannak ugye a Gellért-hegy, természetesen benne van nagyjából ez a rész. Ez a rész nem járható, föl is mutatom meg külső kamerával, ide nem lehet jönni. Viszont, ami nagyon klassz, hogy ha még nem is járható, de benne van a Lánchíd is, itt látható ez a Lánchíd. És mindjárt meglátjátok, hogy ez tényleg az, ha valaki nem ismerné. Hát, aki nem ismeri fel a Lánchidat, tehát az magára vessen, tehát azért ezt illik felismerni, ez a Lánchíd, ez egész biztos. Már csak az oroszlán szobrokról is, íme. Eljött a Lánchídunk. Budapest legszebb hídja, már csak azért is mutatom meg. Széchenyi Lánchíd, oda is van írva, tessék, ha valaki kételkedne, oda tessék, Széchenyi Lánchíd tézével, ahogy az kell. Tessék. Csimá. Oroszlán szoborral, megspékelve. Szerintem ez rendben van. Még mondom, ha még nem is járható be, de reméljük, hogy egyszer majd talán. Ha kifejlődik teljesen Budapest, akkor bejárható lesz, akkor itt a Lánchíd. Szóval egyszer majd ezzel is átmehetünk. Ebben a játékban kamionos túl. Ez mindenképp érdemes megnézni és érdemes volt megmutatni. És ott alattam a GPS-en látszik, hogy pontosan hol helyezkedik el, egy nem járható területen. Ez Buda északtól délre. Tehát a Lánchíd. Megvalósítása. Klassz. Na megint itt vagyunk a vasúton. Közben egy elég szép hosszú tehervonat érkezik. Szép hosszú szerelvény. Na azt megvárjuk, milyen hosszú. Viszik a cuccot, viszik szépen. Jó, tudom, hogy Amerikában többek között ennél százszor hosszabb szerelvények vannak, tehát ilyen a vonat elején még Utah államban van, a vonat másik vége meg még Mississippibe. Tudom, hogy az a hosszú tervonat, de azért magyarországi viszonylatban ez is hosszú tervonatnak számít. Elég hosszú, nem látszik a vége. Egyszerű. Nagyon jó. Na közben haladjunk tovább is azért. Hiszen még le kell mennünk Velencébe is, a Velencei tóra is. Kell néznünk, hogy ott minden rendben van-e a vitorlás versenyen. Hogy hol tart a vitorlás verseny. Tárnok városában vagyunk, Tárnok. Most jobbra megyünk, nem tudom, hogy ez erre van-e Tárnok, vagy arra, mindesetre. Én nem is itt megyek jobbra, bazd meg. Elnézést a mögöttem jövőktől, elnézést, hogy félrevezettem magukat, csak itt fordulok rá. Jó? Semmi probléma. Nya. Vegyesbolt itt is van, ez a lényeg. Ez a lényeg, gyerekek, a vegyesbolt. Hát a vegyesbolt nincs, akkor éhhalál. Meghalás. Ez volt Tárnok. Ráfordulunk az M7-esre. Székesfehérvár felé. Félúton. Elnézést, csak fordulnék be, igen. Jó. És akkor innen még 30 kilométer. Kollega úr. Minden oké? Okay. Ez Scania, gondoltam, hát csak... Csak az Scaniás lehet ilyen bunkó, már bocsánat. Tudom, hogy én nem figyeltem oda, meg én se. Mindegy, szóval, na. Én mindent megtettem, hogy elkerüljük a balesetet. Köszönöm szépen, kedves uram!
Az autós legalább kienged. A fene a jó dolgotokat. Na, utolérem ezt a Scania-st, én megmondom nekem magam, még csak hadd érjem utol. Én is, tudom, hogy én is balfasz voltam, de azért oda lehetne figyelni. Másnak is, csak nekem. Várjál meg! Ide hallgasson, Scania úr! Úgyis oda előzöm, kielőzöm magát. Hallgasson ide, Scania úr! Meg az ablakot is lecsavarom, bár. Scania úr! Átmentünk közben Fejér megyébe. Tessék, papa! Bocsánat! Na mindegy, szóval legközelebb óvatosabban, jó? Na, visszahúzom ablakot. Na! Tudom, nem szép dolog, ne úgy utálam csinálja valaki, eszébe ne jusson. Amit ebben a videóban mutatok, senki ne csinálja utánam. Ez csak az én tepsi épségemet úgy veszélyeztetem, hogy akarom, senki más ne csinálja. Tartson jobbra, mutatta a tábla egyébként. Tartson jobbra, tehát tartsál te jobbra. Balaton egyenesen, arra megyünk, igen. De hiába megyünk arra, ha egyszer a Balaton nem járható még sajnos. Na, ezt a Scania-s jól intéztük. Kicsit sajnálom is, meg nem is. Ez van. Pihenőhely, nagyon jó. Azt kell nekünk egy jó pihenőhely már. Régóta úton vagyunk. Elég fárasztó tud lenni ez a magyarországi időnként. De most nem pihenünk meg azért sem. Majd lenne a Balaton. Majd a Balcsin megpihenünk. Hát, ami egyébként a Velencei tó, de teljesen mindegy, ne is törődjetek vele, amit én beszélek. Hülyeségeket beszélek, nem tudok beszélni, egyébként se. De közveszélyes vagyok, mint látható, úgyhogy vannak gondok, bőven. És egyébként is a Scania, csak mondom, rám húzta a kormányt. Nem én húztam rá, ő húzta rám a kormányt. Vissza lehet nézni nyugodtan a videóból, ártatlan vagyok. Igaz, kollega urak, maguk egy urak elengednek. Elengedik a siető nyaralót. Na, 15 km még a Gárdony. A Velencei Tau. Ugye ott vagyunk. És már nem sietünk. Aztán nem akarok több balesetet okozni, már elég volt. Ott mennek le, nézzétek meg, ott mennek a nyaralósok is jobb oldal, te. Ennek a lakókocsival. De ilyenkor kell menni nyaralni, december. De hát kellemes nyaralás. Hát jó idő van, ahogy elnézem, nincs még hó, meg semmi. Végül is. Ott van Velence, már mutatta a tábla, meg is jöttünk, hölgyeim és uraim, Velencei Tau és környéke. Taun von jó, ahogy a klasszikusok mondják. Akkor megjöttünk. Lényegében. Ne kapcsolt ki, mert még indexelök. Lovas, Berény, Gárdony, Velence, azaz. Ez a mi helyünk. Húzzad be az orrodat, mert jövök. Nem tudom, fürdőgatyát lehet nem hoztam. Nem számítottam rá, hogy ilyen jó idő van most Magyarországon. Sokkal rosszabb körülményekre számítottam. Magyarországot illetően. És ezt most nem politikailag értem, hanem úgy most időjárás szakilag. Adony, Gárdony. Ez most melyik közülük? Ez a sima Velence, nem? Igen. Ez a Velence. Nem az a Velence, ami olaszországi Velence, ez még egy másik Velence. Ez a Hungarian, Hungarian medence. Medence, Velence. Igen, medence végül is. Kárpát medence. És még szerencse, hogy medence, mert így megmaradt benne a víz például a Velencei tóban, meg például a Balatonban is, és örülünk neki, hogy van nekünk ilyen medencénk, ahol lehet fürdeni. Tehát az átkötő úton megyünk, igen, és akkor itt tovább. Ugye ott vagyunk. Ugye nekünk Gárdonyba kell menni, mert az a nyaralóközpont. Azt fogunk majd körülnézni. Na, itt majd vigyázni kell itt a kiáratos résznél, igen.
Balról tetszenek engedni? Igen, jobbról. Hát, nem annyira. Gyertek nyugodtan. Persze. További a utat? Akkor mi is megyünk. Megint megy a tehervonat közbe. A háttérbe. Ez pedig itt már Gárdony. Hölgyeim és uraim, Gárdonyba vagyunk. Ha tetsződik, ha nem tetsződik. Mindjárt lerakom a vasat, és akkor külső kamerával megnézzük, hogy hogy áll a legendás velencei gárdonyi vitorlás verseny, mert az biztos, hogy van. Itt már vannak megint panziók, természetesen, ahogy ne lennének. Mit érne Gárdony panzió nélkül? Ennék is majd, meg is, mindjárt úgyis beírunk a célba, itt fogok enni egy jó kis lángost. Sajtos tepertős lángost. Nutellával. Természetesen. Nem. Ez a divat manapság, hogy minden nutellával kell enni. Tehát bármilyen recept van, bár megnéztek, nutellával kell megenni. Mert ha nincs rajta nutella, bazd meg, akkor lehetetlen. Sajtos, tejfölös, tepertős, lángos nutellával. Ez a divat. Ezt kell enni. Nyertetlen. Itt van megint egy négycsillagos hotel közben. Azt megnézzük. Ez a négycsillagos hotel, ez a házikó itt? Melyikre gondol? Egy más nincs a környéken. Hát, hogy a túloldalon? Aha, értem. Ez itt a sor. Ja. Valóban. Szerintem is négycsillagos. Ez még sárga volt. Ám még sárga volt a lámpa. Nem mentem át a szabálytalanul a pirosonon. Nem, ez még sárga volt. Mennyi a benzin most tényleg? Milyen áron adják? Kíváncsiságból. Hány forint? A Super 95-ös 414 forint, 65 fillér. Van még fillér. Diesel 417-es. De legalább 0,24-ben nyitva van. És megy a Trucks Party, figyeld. Ez a kibaszott kurva kormány már megint megemelte a benzinárakat, a kurva anyját. Egyszerűen miért nincsen normális fizetés Magyarországon, miért nem lehet normálisan megélni? Reklamának. Mi a probléma? Tessék beengedni? Csedi, csókolom! Pillanat, lerendezni valóm van. Tessék már letekelni az ablakot, így nem lehet beszélgetni. Mi a probléma, hölgyem? Mi a probléma? Nekem is van dudám, meg tudom nyomni, figyelj! Nekem is van dudám, meg tudom nyomni. Nem tetszik félni, hogy ez a gépjárműzet itt előttem sokkal nagyobb, mint az öné? Egy perc alatt így laposra lehet így nyomni. De nézzed már ide, hogyha hozzád beszélek. Hallod? Hogyan bajt a dudálás, figyeljtek? Na, ért a szó valamit, jó van. Megyek már, jó? Tessék meg nyugodtan maradni. Milyen autója van? Ennek is akurája van? Mindenkinek akurája van? Akura életbe. Volápuszos, erre tessék már ütni! Ha jó, nézed oda. Baleset veszélyes. Na, szálljunk vissza. Gyerünk. Szedjük le ezt a kamiont valahova. Mi van elfordítva ez a kormány? Gárdony. Megjöttünk. Megjöttünk Gárdonyba. Lerakom a kamiont, és akkor megnézzük. Free kamerával, hogy mi újság van velencei tó és környékén. Igen? Azért. Azért mondom én. Nya. Itt a Transinetnél leparkolunk, és akkor külső kamerával megnézzük a velencei tó és környéket. Csak győzzétek kivárni, hogy beparkoljak. Legendásan jó parkoló vagyok. Jó napot! Hoztam a kamionomat megőrzésre. Tessék nyitni a kertkaput. Ahó! Jó napot kívánok! Oda nézzetek! Mi történt a frizuráddal, csávó? Egy derendben van? Várjatok, ezt megnézem. Jó napot! Hogy tetszik kinézni a frizurája? Az igen. A kis vöröske.
Na, hova lehet ide letenni a kamionomat, ahol nincs útba? Maguknak. Itt jó lesz szembe? De sörösre keszekni? Tényleg sörösre keszek amúgy? Eléggé úgy néz ki. Na, ide lerakom, jó? Csak nem lesz útba, amíg megnézem a velencét. Ott lemegyek pancsolni, ezt jövök. Megnézem azért, hogy kikre bízom itt a kamionomat. Kik vannak itt. Jó napot! Kedves uram, leraktam ide ezt a szörnyeteget. Tessék már majd vigyázni rá, jó? Ne vigyék el, amíg itt vagyok. Itt vannak az aranyászok, rekeszek. Nyár. Vagy ilyesmi van ráírva, nem tudom. Minden aranyászok. Hát ez meg a Carlsberg raklap. Na, ezt kirakjuk. Megnézzük a Velencei tót, jó? Visszamenjünk a főútra. Tudom, hogy merre van a nyaralóhely, úgyhogy csak egyenesen kell menni. Na, itt van hátul. És még mindig tart a vitorlás verseny azóta, mióta itt voltam utoljára. Hú, itt valaki eltévedt. Ez ő csak így egyedül van. Senki más. Ott megy hátul a vitorlás verseny. Egyébként így néz ki a Velencei tó környéke. Ami legalábbis kész van belőle. Menjünk a vitorlás verseny felé, mert az izgalmas. Na itt mennek. Itt még nagyban tart a verseny. És majd megnézzük helikopter nézetből is természetesen, csak így gyorsan, ami így látszik belőle. Ez itt Gárdony és a Velencei tó környéke, szokásos ugye vitorlás verseny, a kikötő. Gárdonyi kikötő. Látható. Íme. És itt pedig a helikopter. Természetesen. Nézi a lehetőségeket. Na, amíg pedig ezeket a képeket nézitek, addig én elköszönök tőletek. Ez volt tehát a Hungary Map legfrissebb verziója. Mármint legfrissebb játék verziója. Ami kész van belőle, az kész van. Azt megköszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy legalább ennyi rész járható ebből a térképből. Mindenképpen köszönjük szépen még egyszer Frank007-nek a térképet, hogy megcsinálta a kedves uram. És Indiánulnak még a frissítést köszönjük szépen. Nagyon örülünk neki, hogy a Hungary Map-en mehetünk még mindig. Úgyhogy ezekkel a képekkel búcsúzom is a Velencei tó környékéről, helikopterrel itt szépen bepásztázunk a környéket. Még egy picit. És hát a Velencei tó környékével és képeivel búcsúzunk a Hungary Map-től, köszönjük szépen a figyelmet, én Chris Tracker voltam, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem iratkoztatok fel, és próbáljátok ki természetesen ezt a térképet. Hogyha gondoljátok, letöltődik a leírásban, telepítést elmondtam a videó elején, úgyhogy minden adott arra, hogy ti is kipróbáljátok a játékot, már csak az Euro Truck Simulator 2 eredeti változata szükséges hozzá megvételre, hogyha még nincs meg nektek. Próbáljátok ki, és ilyen modulási lehetőségek is vannak ebben a térképben. Ja, még egyszer tehát köszönöm szépen a figyelmet. Jó utat kívánunk nektek, és a 18 kedék legyen veletek továbbra is. Sziasztok!